Tisztelt Országgyűlés! Tarnai Richárd, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselője interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez, szocialista szőnyeg bombázás után, újjáépítés előtt, avagy mi lesz a gyermekek után járó adókedvezménnyel címmel. Tarnai Richárd képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr! A szocializmusban a legfőbb érték az ember, lódítottak a szocialisták pár évtizeddel ezelőtt az általuk irányított diktatúrában. A gyermekek kormánya füllentette magáról pár éve a szocialista kormány, immár a demokrácia keretei között. Ha nem az emberek bőrére menne a vásár, még örülhetnénk is, hogy ebben a gyorsan változó világban vannak állandó pontok. Ilyen a szocialisták úgymond igazságbeszéde, aminek valahogy mindig pont az ellenkezője az igaz, és amit ezért mindenki bátran használhat fordított iránytűként. Egyre elkeserítőbb adatok látnak napvilágot a születendő gyermekek számának drámai csökkenéséről. Most már átléptük a 10 milliós lélektani határt is. Ezt a tényt mindenki ismeri. Ám az elmúlt évek szocialista kormányzása erre a lehető legrosszabb választ adta. Megszüntette az egy és két gyermekes családok adókedvezményét, valamint brutálisan csökkentette a három és több gyermekes családok ilyen formájú támogatását. Ez pedig egyértelműen a gyermekvállalás ellen hatott a munkából élő családoknál, vagyis azt a szemléletet tükrözte, miszerint a gyermekvállalás és a munka nem érték. Hogy ez mit jelentett a mindennapokban, azt a következő példa mutatja. 2002-ben, ha valakinek egy gyermeke volt, akkor 3000 forint adókedvezményt kapott havonta. 8 év szocialista kormányzás után 0 forintot. Két gyermek után ez havi 8000 forint kontra 0 forint, ismét a gyermekes családok hátrányára, a szocialistáknak köszönhetően. Három gyermek esetén 2002-ben még 30000 forint maradt a családoknál, a szocialista érában már csak 12000 forint. A gyermekvállalás az élet azon része, ahol talán a legnagyobb szükség van a tervezhetőségre, kiszámíthatóságra. Mert ezeket a döntéseket nem lehet a végtelenségig halogatni. A meg nem született gyermekeket már nem lehet utólag pótolni. Ezért óriási a kormányzat felelőssége, és ezért volt végtelenül felelőtlen a szocialisták 8 évének családellenessége. Tisztelt államtitkár úr! Kérdésem ezek után, tervezi-e a kormány, hogy az előző polgári kormány gyakorlatához hasonlóan az adórendszeren belül is elismeri a gyermeknevelés egész társadalom számára értékes és hasznos tevékenységét? Valamint, ha igen, akkor ezt milyen módon kívánják megvalósítani? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr! Megadom a szót Séfalvai Zoltán államtitkár úrnak. Tisztelt elnök úr! Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Úgy gondolom, hogy a kormány értékrendje változatlan a 98-as és 2002-es időszakhoz képest. Központjában áll a munka, az otthon, a család, az egészség és a rend. Ha nézzük a 29 pontot, már ott is láthatók az első lépések, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Például a családban foglalkoztatottak, így a gyermekek felügyeletében, házi tanításában, közreműködők díjazásának adómentessége, vagy éppenséggel az öröklési illetékmentességnél is ezeket a lépéseket látunk. De a kérdés persze az adórendszerre vonatkozik. Ugye az adórendszernél van egy alap probléma, amivel úgy gondolom minden adórendszernek valamilyen úton, módon válaszolni kell. A válasz pedig az, vagy a probléma pedig az, hogy egyénileg adózunk, és jövedelmeinket családban és családra költjük el. Ez egy ellentmondás. Ez minden ország valamilyen úton, módon próbálja ezt kezelni. Személyi jövedelem adó van, ugye egyénileg fizetjük, de az elköltés módja az a családban történik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az adórendszernek ezt kezelnie kell, és nagyon szomorú mindaz, amit említett, hogy a szocialista kormányzat idején ez mennyire háttérbe szorul. A most kidolgozás alatt álló új adórendszerben, mint a személyi jövedelemadó rendszerben arról beszélünk, hogy egy 16%-os egykulcsos adó lesz, amelyikben gyermekkedvezményt építünk be, tehát az előbb említett problémát is próbálja kezelni. Nagyon sokszor felvetődik persze itt a kérdés a 16%-os egykulcsos adónál, hogy itt most milyen réteget hoz hátrányba, előnybe. Hadd tegyem hozzá, ez az adó nem büntet. Kétféleképpen nem büntet. Nem bünteti a tehetséget, a szorgalmat, az iparkodást. Aki dolgozni akar, azt nem bünteti. És mivel gyermekkedvezményt építünk be ebbe az adórendszerbe,
nem bünteti azt, aki gyermeket vállal. Én úgy gondolom, hogy ennél jobb elveket egy adórendszer, személyjövedelem adórendszer felépítésénél nem vállalhatunk, hogy ne büntessen. Ne büntessen szorgalmat, tehetséget, ne büntessen a gyermekvállalást. Ha mindezt sikerül megtennünk, és jelen pillanatban a minisztérium ezen dolgozik különfajta modellszámításokkal, akkor valóban lehetőség nyílik arra, hogy ezzel a lépéssel a népesedési helyzeten is radikálisan változtatni tudjunk. A korábban elhangzott 9 millió és így tovább, ugye tehát 10 milliónál kisebb népességszámon is elkezdődjön az a lépés, amiben meg tudjuk ezt változtatni, és az őszi ülésszakban ezt kidolgozzuk, bemutatjuk, és ehhez kérem képviselő urak, hölgyek támogatását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem válaszom elfogadását. A választ. Szóval elnök úr, igen, elfogadom a választ, mert valóban a családosok az elmúlt években, lassan egy évtizedben végtelen igazságtalanságnak élték meg azt, hogy nem vette figyelembe az adórendszer azt, hogy hányan élnek abból az adóból, és valaki, aki egyedül élt, ugyanannyi adót fizetett, mint akik esetleg 5-6-an éltek egy családon belül ugyanebből az összegből. Én úgy veszem ki államtitkár úr válaszából, hogy ez az igazságtalanság orvoslásra kerül a kormányzat részéről, és a munkából élő gyermeket vállaló családoknak végre ismét a kiszámíthatóság évei következnek. Köszönöm szépen, és még egyszer mondom, elfogadom a választ.